Kövesd a csodaszarvast mottóval indítunk útnak egy olyan termelői piac vásár rendezvény sorozatot, amely hónapról hónapra minden vármegyében lehetőséget ad az embereknek arra, hogy találkozzanak személyesen a termelőkkel, a kézművesekkel, a népi iparművészekkel. Rendkívül fontos az, hogy egészséges élelmiszerhez jussunk, hiszen Magyarországon a magyar emberek mintegy 5000 milliárd forintot költenek élelmiszerre, és ennek 90%-a mind a multikon keresztül történik, és azért jól tudjuk, hogy ezek a cégek kiszivattyúzzák ezt a pénzt a rendszerből, és tulajdonképpen nem is szabad csodálkozni azon, hogy a vidék elszegényedik, nem tud munkahelyet kínálni. Nagyon sok oka van annak, hogy elindítjuk a hazai vásár rendezvény sorozatunkat, aminek első és tulajdonképpen a legnagyobb figyelemre méltó állomása Csongrád-Csanád vármegyében lesz, Csongrád városában, október 13-án, vasárnap, amikor a főtéren, a Szentháromság téren várjuk az embereket. Hiszen jól tudjuk az ősi mondásból, azzá válsz, amit eszel, olyan leszel, és nyilván számunkra nagyon fontos az, hogy egészséges élelmiszereket vásároljunk, és lehetőleg helyi termelőktől, hogy az a pénz, ami jelen pillanatban most kiszivattyúzódik a vidékből, az ott maradjon helyben. Egymást tudjuk segíteni ezáltal nem csak, hogy egészségesebb élelmiszerekhez és termékekhez jutunk, hanem még helyben is tudjuk segíteni a gazdaságot. Én arra kérek mindenkit, hogy ha lehet, akkor látogasson el az ilyen termelői piacokra, vásárokra, és különösképpen felhívom a figyelmet a hazai vásár rendezvény sorozatra, hiszen ennek a lényege az, hogy tényleg minden hónapról hónapra egy-egy vármegyében megmutathassuk az embereknek azt, hogy igenis van értelme annak, hogy találkozzunk egymással, közösséget formáljunk, egymástól vásároljunk, igazi, egészséges élelmiszereket vásároljunk. És egyben ezeken az eseményeken a klasszikus piaci vásári hangulatot is visszaidézve együtt tudjunk eltölteni egy gyönyörű napot, amikor gyermekeknek és más egyéb kulturális programokkal tudunk szolgálni, hogy tényleg jól el tudjuk tölteni ezeket a napokat. Tehát még egyszer mondom, október 13-án vasárnap Csongrád városában lesz az első alkalom, ahová nagyon nagy szeretettel várok mindenkit, hiszen teremtsünk együtt újra egy önellátó korszakot Magyarországon. Rendkívül fontos az, hogy Magyarország önellátó képességét visszahozzuk, és tényleg egészséges élelmiszerekkel lássuk el önmagunkat.